ez tök jó, aha. Oké, köszönöm szépen. Szép estét kívánok a kedves nézőknek! 19 mérkőzésen, tehát mindössze egy vereséget szenvedett el rendes játékidőben a Dunai Város, és egyet büntetőkkel mindkettőt a Csíkszereda ellen, ahogy már hallhatták a felvezetőben is. A székely csapat tehát az egyetlen eddig a MOL-ligában, amely le tudta győzni a Dunai Várost ebben a szezonban, a 2012-13-as idényben. Van tehát elszámolni valója Stefan Lundnak a kollégával, Timo Lahtinennel, de itt most ugye éppen Nagy Bélát látjuk, a csapat másodedzőjét, ő nyilatkozott nekünk még a találkozó előtt. És itt láthatjuk a csíkszeredai sorokat, amelyek azért még mindig hiányosak, négy bek és két csatár hiányzik továbbra is a székely csapatból. És az ott látható a harmadik sorban, hogy az egyetlen védő ott Bors Huba lesz, és a negyedik sorra csak két csatár maradt a Csíkszeredában. Ugye ez azt jelenti, hogy van három teljes támadósora az együttesnek, és még Molnár Zsolt, illetve Moldován Ervin bevethető negyediként. Itt van Timo Lahtinen, annyi közös a két edzőben, Timo Lahtinenben, illetve Stefan Lundban, hogy mindketten nyertek elitszérient, azaz a svéd legerősebb bajnokságot, a svéd első osztályt. Hogyha azt mondjuk, hogy Lahtinen kétszer is nyerte ezt a bajnokságot, és Stefan Lund pedig csak egyszer, az csak legfeljebb bocsánat itt, hogy Lahtinennek ezek azért korábban jöttek össze ezek az eredmények. Itt pedig a Dab Dokler csapata, Péter Szevela lesz majd a kapus, Lindgren védőpárja ezúttal Tőkési Lajos lesz, és láthatunk néhány érdekességet még. Strenk Kunor például az első sorba került, és Kis Dániel ezúttal a megszokottól eltérően nem Lindgrennel alkot majd backpárt, hanem láthatjuk, hogy Erdélyi Péter lesz az. Itt pedig Stefan Lund, aki felvetődött, mint a válogatott lehetséges következő szövetségi kapitánya, az ugye biztos, hogy Diego Scandella, az eddigi segítő, másodedző fogja irányítani az olimpiai selejtezőn a magyar nemzeti csapatot, de utána könnyen elképzelhető, hogy a svéd szakember veszi át az együttest. Itt van a két kapus, két kiváló hálóőrről beszélünk, hiszen ugye Kozuk már jó néhány meccset hozott a Csíkszeredának, nem csak ebben, hanem még az előző szezonban is, Péter Szevela pedig az előző szezon egyik legjobb hálóőre volt eddig a Dunaújváros kapusának, jobb a védési mutatója, 91,5% az egyik, és 95,5%-os hatékonysága a másik oldalon. Ezért mindkettő meglehetősen jónak és erősnek nevezhető. Lund szerint egyébként a Csíkszereda nem különösebben gyors, de nagyon okos és tapasztalt játékosai vannak a csapatnak, ráadásul most már azért jóval pihentebb, mint korábban, ezért komoly gondot okozhat. Hurtály. Mihály. Kicsúszik a korong. És Szaponos indulhat meg, Szaponos viszont nagyon gyors. Bors Huba próbálta megakadályozni Szaponost, hogy egyedül vezethesse a kapura. Végül sikerült ezt közös erővel meggátolni Bors. Mihály nem tudta megtartani a támadó harmadban, és elképzelhető, hogy csak a jegyzőkönyvben szerepelt másképp a védelem, mert az előbb a megszokott Lindgren-Kis Dániel páros láttam benn.
Somogyi, Somogyi lövését sikerül védenie mindjárt az elején Kozuknak. Grössü teszi vissza. Nagy Rihárd. Nem úgy pattant a palánkról, ahogy ezt az újvárosiak számították. Peterdi azért rástartott, de eddig Kozuké volt. Szóval Peterdi Imre. Eddig 9 gólt szerzett ebben a szezonban, és 10 gólpaszt is kiasztott. Kósa. Védelemből Csíkszeredaiaknál továbbra is a csapatkapitány Kóga Attila a legnagyobb hiányzó. Az ő távollétében a csapatkapitány Szőcs Szabolcs ismét. Kógát már korábban is szerették volna visszakapni. Csíkszeredaiak úgy volt, hogy már talán felépül erre a mérkőzésre. Beceti Hamér igyekezett megtartani a palánknál, sikertelenül Tranka, és megindulhat most a Dunaújváros. Grösül. Bíró Tamás tette vissza, Bíró Tamás, illetve Bíró Otto egysorban játszik a harmadikban, éppen Szőcs a center ebben a támadó trióban. Szőcs hozza ki a korongot, és Bálintnak az indítás, és épp pontatlan, tilos felszabadítás. Küfner Adrián, és itt pedig a csíkszeredai drukkerhad, akik szép számban elkísérték a kedvenceket ide Dunaújvárosba is. Ahogy hallhatták már a felvezetésen, azért attól függetlenül ez a Moldiga egyik legnagyobb rangadója, hogy most éppen mit mutat a tabella pillanatnyi állása. Bálint! Túloldalon nem lehetett összeszedni Bíró Ottónak. Ezzel pedig megint indulhat az Újváros. Hüfner! Pabuk tette vissza, okosan csak az oldalhálót érinti a korong. Szőcs szerelt. Szőcs kénytelen volt védőt játszani néhány mérkőzésen a krónikus védőhiány miatt. Sikerül megtartani a hazai csapatnak. Azari, ez így még jó lehet. Pabuk. Pabuk egyedül. Pabuk még! És aztán a hálóban köt ki a korong. Ám nem abban a hálóban, amit Pabuk szeretett volna. Fölrepült a korong egészen a védőhálóig. Kozuk mozdulata nyomán. Kialakítja magának a tiszta lövő helyzetet Pabuk Attila, és aztán a lövés ugyan eltalálná a kaput, de a Kozuk is. Borsnak sikerül eljutni palánk mellett. Molnár Zsolt, ő volt ugye az, aki a győztes büntető találatot bevitte Csíkszeredában a két csapat mérkőzésén. Ne tévesszen meg senkit az, hogy Kóga Attila 13-as meze ott van a pályán. Moldován Ervin, aki ebben a szerelésben játszik. Most éppen nála volt a korong egy pillanatra. Mert hogy annyira szeretnék a szeredaiak, hogy Kóga visszatérjen, hogy a mezét legalább a pályára vitték. Pap Viktor. Kisákos. Jó védekezés. Bors Huba tette előre. És aztán Adorján gyűjtheti össze a korongot. Nem kell neki, mert tilos felszabadítás. 3,5 perc telik el lassan a mérkőzésből. Streng Gunnar az, aki fölkerült az első sorba. Ez ugye azt jelenti, hogy onnan kiszorult Pavuk Attila, aki a harmadikba csúszott vissza. És Szilasi Zoltán mondja, hogy nem kell általában számosítani a sorokat, hát a jegyzőkönyv miatt azért mégis meg kell mondani ezeknek a sorszámát, de valóban nagyjából hasonló jégidőt kapnak az egyes sorok a dunaújvárosiaknál. Négy támadó trió azért megközelítőleg azonos időt tölt a jégen, még akkor is, hogyha persze vannak azért kisebb eltérések, de nem akkorák, mint mondjuk a Csíkszeredánál éppen, ahol az első sor rengeteget van fönn, és utána a többiek azért jóval kevesebbet. Václav Novák próbálja valahogy kibányászni a korongot. Felszabadítás rövid, Péter és Kósa. Kósa teszi vissza, túloldalon Nováknak lehet jó. Eljut a cseh játékoshoz, Novák egyből szerette volna visszatenni. Jól védekezett a Dunaújváros, Galanisz. Szappanos középen, Galanisz még, Galanisz!
szép megoldás volt Galanis Nikandrosztól, de Kozuk láthatóan számított erre. A túloldalon jött Szappanos, talán ő valamivel kecsegtetőbb helyzetben volt, mint Galanis, de megpróbálta ő befejezni a helyzetet. Itt befelé a csapatkapitány, és Kozuk megállítja a korongot. Strenk. Nem teljesen nyilvánvaló, hogy ugyan belenyúlt a sorok összetételébe Stefan Lund ezen a mérkőzésen, de nem úgy, ahogyan a hivatalos jegyzőkönyvben szerepelt. Erdélyi Nagy Rihárdal van hátul. Ugye a jegyzőkönyv szerint Kis Dániel Erdélyi páros lett volna ebben a sorban. Bece túlerővel szemben is próbálta megtartani, aztán pedig visszaszerezni, visszaszerzi a korongot a Csíkszereda a támadó harmadban, Szőcs kéri középen, Bece sikerül bent tartani, de csak rövid ideig a fehérmezeseknek, ez pedig így Zitzer, Somogyi Balázs, Somogyi belövi, 1-0-ra vezet a Dunaújváros. Nagyon kitámadott a Csíkszereda, és egy villámgyors kontrával megszerzi a vezetést a Dunaújváros. Somogyi Balázsra senki nem maradt védekezésben, és ez túl nagy zicser volt ahhoz, hogy elhibázza Somogyi. A 8. gólja ebben a szezonban egy remek akció végén. Itt Somogyi nem izgulja el Kozuk kiszolgáltatott helyzetben, és megtalálja a rést Kozuk mamutjai között. Nem cifrázta túl, nem cselezett, hanem hatékony befejezést láthatunk Somogyi Balázstól. Hüsner. Alig 5 perc kellett ahhoz, hogy meglegyen az előnye a hazai csapatnak. Virág Tamás nem tudta elhozni. Bíró Otto. Hüsner dekázgat egy párat a koronggal. Kurtály. Novák. Molnár Zsolt volt az, nem Novák. Kurtály. Molnár Zsolt. Bálint. Kurtály kapta vissza középen. Kurtály jött be tehát a negyedik támadósorba, center pozícióba. A két szélső Molnár Zsolt és Bálint közé. Ez egy hiányos támadó alakulat, ahogy láthatták a felírásból is. Moldován, Tranka, ki a szélre, Molnár Zsolt. Igen, maradt, sikerült belekotorni a korokba, és így kapuvas lett. Nagyon veszélyes támadás a Csíkszeredától. Próbálja előtartani a korongot a székely csapat. Nyomást gyakorolni a Dunaújvárosra, Mestyán, Adorján. Ott a lövés. Oldalról érintette a hálót, ezért rezdült meg. Megint nagyon veszélyes volt ez a laposan belőtt korong. Igazán akkor lett volna még kellemetlenebb Szevel a számára, hogyha valaki úgy tudja beletenni az ütőjét. Ez csak még egyszer, itt ez Molnár Zsolt lövése, még a korábbi helyzet. És utána jött Adorján próbálkozása. Pedig már folytatódik a meccs. Galanis. Strenket próbálta játékba hozni. Lindgren. Strenk korcsolyázik be középre. Kozukról a palánkra pattan. Megpróbálta visszaszerezni. Galanis. Strenknek az eredeti pozíciója center, akárcsak Galanis Nikandrosznak. És ami érdekesség, hogy az előző szezonban, amikor Galanisnak volt egy rövidebb sérülése, akkor éppen Strenk került be a csapatba. Galanis helyére, most Galanis kapja a korongot. Szappanos érkezett.
Lindgren. Jó indítás. Galanis. Galanis. Nem jó a csel. Molnár Szabolcs állította meg. Kikerül a korong a támadó harmadból, ezért kénytelen kikorcsolyázni minden piros mezes. Megtörtént. És Kozuk nem vállal inkább rizikót, túl közel volt Szappanos, nem adja ki korongot. 12 perc van hátra az első harmadból. Babuk és Peterdi beszélik meg látottakat, és Molnár Szabolcs kap egy kis pihenőt. És egy gógamez. Az újabb próbálkozás. Erdélyi korcsolyával tette vissza. Somogyi próbálta bejátszani a kapu elé, de ott csak fehér mezes helyezkedett. Erdélyi. Erdélyi az előző évben, amikor még Kevin Primo volt a szövetségi kapitány, ez ugye nem volt annyira régen, néhány nappal ezelőtt is még így hívták a nemzeti csapat edzőjét. Akkor kipróbálta a miskolci tornán Erdélyi Péter támadóként is. Somogyi. Peterdi érkezik középen, és nem sikerül góllal befejezni. Nem volt zavartalan helyzet Peterdinek középen, aztán egy kisebb dulakodás, nem is annyira kisebb, Grösül Tamás, illetve Bece Tihamér kapott össze. És eléggé bátor a vonalbíró, hogy így beállt a két játékos közé. Egyébként ugye nem beszéltem arról, hogy Varjú Árpád, illetve Németh Márton, a két vezető bíró a meccsen. Grösül és Bece láthatóan még nem tisztáztak minden nézeteltérést. Egészen régen láttunk már bunyót Moldigás meccsen itt a közvetítések során. Akinek hiányzott, az most megkapta. Bece Tihamér. Kicsit nehezen higgad le. Itt van az egyik bunyós. És Grösül már készül a büntetőpadra. Bece is jó, hogyha elkezd erre készülni, mert hogy egészen biztosan lesz büntetés. Ezt nem lehet mondani, hogy csak az egyik fél verekedett ennél a helyzetnél. Itt van Grösül Tamás. Ő tehát már kiült. És érkezik mindjárt Bece Tihamér is. Halljuk, hogy mi a bírói ítélet. A két csapatkapitánnyal közlik, Szőccsel és Galanisszal elsőként, pedig Peterdi beszélget az egyik vonalbíróval. Kurtály tesz egy kört. Könnyen lehet, hogy ezek az indulatok még nem csitultak el teljesen ezzel a bunyóval. Ezért egészen komoly múltra tekint vissza itt az elmúlt évekből ez az összecsapás. Zsűriasztalnál is megnézi, hogy kiáll végleg, legalábbis abból, hogy elhagyta még a büntetőpadot is, erre lehet következtetni. Ő azért nagyon-nagyon érzékeny veszteség, hogyha véglegest kapott. Nem tudom, hogy hallották-e a kedves nézők a hangos bemondó szavait. 2 plusz 2 percet kapott Bece Tihamér, illetve Grösül Tamás is, plusz 10 perces fegyelmit Grösül Tamás még, illetve
plusz kettőt még a csíkszeredai játékos, így ezért hátrányban, emberhátrányban játszik most a csíkszereda 5 a 4 ellen. Vannak a jégen a csapatok, ennek a kétperces kiállításnak az első fél perce már el is telt közben, és azt nem hallottam őszintén szólva, hogy most végleges kizárással büntették-e Bece Tihamért, de valószínűnek tartom, hogy igen. Mert hogy nem ült le a büntetőpadra, bár én azt innen pont nem látom. Bece Tihamér tehát nem jöhet vissza már a jégre, mert kapom az információt szerkesztő kollégámtól, hogy végleges kiállítást kapott, és nincs bent! Szóval még egy nagyon értékes támadó játékos, a kiesett a Csíkszeredának. Novák megy a korongért a túloldalon, eltelt közben a kiállítás fele. Pavuk. Megint kikerül a korong. 10 perc telt el a mérkőzésből. Somogyi. Somogyi még. Nem tud még felállni a Dunaújváros. Azari. Most már mindenki elfoglalja a helyét, de majdnem sikerült eladni a korongot. Vatál helyezkedik a túloldalon, és már mindenkinek megvan a botja. Azari. Kiállítás következik, ha jól láttam. Igen, bottal ütésért. Egy újabb csíkszeredai játékos, Szőcs Szabolcs. Itt ezt ítélték szabálytalannak. Ugye, hogyha a másik botjára üt rá, az is ugyanúgy testreütésnek minősül, mint egy meghosszabbított kar. Ilyenkor ilyen szerepet tölt be a hokibot. Ez azt jelenti, hogy 17 másodpercig kettős hátrányban a Csíkszereda, a Hurtáé Fonákkal felszabadít, és ezzel lehet, hogy eltelik a nagy része a hátralévő időnek a kettős hátrányból. 3 másodpercig tart még ez. Azari Zsolt beközépre, Peterdi kiegészítette, visszajött az egyik ember a Csíkszeredából, és nem volt bent a korong. Nagyon-nagyon közel volt a gólvonalhoz, az egészen biztos, majd érdemes lesz visszanézni, de egyelőre most erre nincs idő. A Dunaújváros hozhatja föl megint a korongot, másfél percig még szimpla forban a hazai csapat. Hvatal. Somogyi. Az eddigi egyetlen gólszerző, Hvatal. Hvatal le a kapu mögé. Volt érkező ember, Hvatal. Hüfner. Azari. Azari korcsolyázik át a túloldalra. Nem sikerül a kapás lövés. Hüfner. Negyven másodperc még Szőcs Szabolcs kiállításából. Galanisz. Pavuk. Galanisznak vissza, Galanisz! Fonákkal próbálta behúzni, Kozuk megint a helyén volt. És kevesebb, mint fél perc maradt a dunaújvárosi előnyből. Itt Pavuk teszi le a korongot, és Galanisz Nikandrosz aztán Fonákkal próbálta behúzni valahogy Kozuk mellett, alatt. Nem sikerült neki. Egyelőre a bekapott gól ellenére jó teljesítményt nyújt Stanislav Kozuk. Pavuk. Megvan a korong még. Gyorsan felállt most a Dunaújváros. Pavuk. 13 másodperc még, Pavuk. Eléggé csalafintán pattant az a korong. Kozuknak nagyon ügyelnie kellett arra, hogy benne csorogjon a kapujába. De így már csak 8 másodperc az, ami megmaradt még a dunaújvárosi emberelőnyből. Kozuk egyelőre jól állja a sarat. Lelkileg talán felhozhatja a vendégcsapatot, hogyha sikerül kivédekezni ezt a két büntetést. Pavuk.
Így sikerült kiírni a szeredaiaknak, és jön vissza Szőcs is. Kiegészült tehát a Csíkszereda, Babuk. Galanisz. Babuk. Babuk teszi le, nagyon szép játék! A visszatett korong pedig már csak Szőcsnek lett jó. Novák indul, Szőcstől kapja. Novák egyedül. Novák. Egy az egyben megoldani. Érkezik Kurtály. Kurtály szépen tartja meg. Novák. Novák elviszi két ember között. Kiállítás lesz. Bizony. Nazari. Kiállított játékos. Kiül Grösül mellé. Zsolt gáncsolásért ül két percig. Ezután megnézhetjük tehát, hogy mire képes a vendégcsapat emberelőnyben. Szőcs teszi vissza, Kusa helyezkedik lövésre hátul Adorján. Bíró Tamás, és kipattanó Tránkának lehetett volna jó, így viszont Somogyi indulhat vele. Inkább kihúzta a korongot, és aztán lemegy gyorsan cserére, Kósa. Zevela. Novák. Kósa. Marad még a korong. Mihály, nem sikerült jól eltalálni, Hurtály, ismét lehet előkészíteni a támadást, Novák ezúttal egyel hátrébb, Adorjántól kapja vissza, Novák, Kósa, szépen adogat a Csíkszereda, közben óriási öldöklés folyik a kapu előtt, nincs kiállítás egyik oldalon sem, Hurtály, Adorján, igazán közel kerülni a kapuhoz a Csíkszereda, Novák elengedi, Mihálynak így jó. Túloldalon Kósa szedi össze, Hurtály. Ügyesen adogat a Csíkszereda, de lövőhelyzetig nem jut el a csapat. Hurtály. Novák, Novák! Naposan próbálta ellőni, hát ha valaki még beleér középen. A terv nem volt rossz, de nem sikerült tökéletesen megvalósítani. Rihárd a képen. Molnár. Molnár Szabolcs tette vissza. Molnár Zsolt volt, aki előtte hozzáért. Péter. Molnár Zsolt. Molnár Szabolcs elővitte el. És letelik a Dunói Városi kiállítás is. Éppen ebben a pillanatban állhat vissza Azari. Hüfner. Péter. Molnár Zsolt, Zebela. Tegnap mindkét csapat jégen volt, a Dunajváros 10-0-ás győzelmet aratott az Újpest otthonában, pedig a lilafehérek a közelmúltban például nyertek Érsekújváron is, a Csíkszereda pedig hosszabbításban szenvedett vereséget a Ferencváros otthonában, két gólos előnyből kihagyott kettős előnyt és előnyben is kapott gólt. A Csíkszereda, tehát nem lehettek maradéktalanul elégedettek a székelyek tegnap nyújtott teljesítménnyel. Bors, nem volt veszélytelen ez sem. Változó, így ki költi be Bece helyét, most éppen Moldován játszik ott. Nem találta el jól Somogyi, Nagy Rihárd. Bíró Tamás is szerepelt már
Vecatihamér posztján. Vecatihamér helyén pontosan, ugye az megüresedett a folytatásra. Azzal, hogy Bece kiállt végleg erről a mérkőzésről. Grösülnek pedig rövidesen letelhet a 10 perces fegyelmi büntetése. Őt még láthatjuk ezen az összecsapáson. Sikerült bent tartani a korongot Hurtánynak. Novák. Mihály. Molnár Szabolcs. Molnár Szabolcs. Megérte Mihály a túloldalra. Nagy Rihárd. Kósa. Nagy Rihárd. Vatál. Szinte a piros vonalról vállalta el, és ahogy visszapattant a palánkról, még akár veszélyes helyzet is kialakulhatott volna. Kozuk résen volt. Virág Tamás. Vasszonyi Nyarton műtét után lábadozik, de azért rövidesen most már elkezdheti majd az edzéseket. 2-3 hét körülbelül. És Virág Tamás volt az, aki elsőként az ő helyére lépett. A második sorban Peter Diékhez Virág. Ütközés örvendeztette meg a nézőket. Nem egy keresztbe a lövés. Ezzel viszette össze. Azzal járt a túloldalra Pavuknak. Pavuk. Azari. Adorján. Molnár Zsolt. Szőcs. Szereváról kijön. Bírótó. Szőcs. Molnár Zsolt. Nem sikerül eltalálni a korongot. Aztán megszerzi a Dunaújváros. Volt elől ember. Hüfner oda emelik hozzuk kezébe. Adorján. Bors. Adorján. Tranka. Túloldalon Moldován várja a korongot. Szevela összeszedte. Szappanos. Az első harmad utolsó perce kezdődik meg. Moldován. Tranka. Tranka iramodhat meg. Tranka középre, Moldován érkezik. Tranka pedig hiába próbálta visszaszerezni. Galanis. 40 másodperc még. Galanis. Tudott törni középre, aztán a lövésre már nem maradt ideje. Galanis helye állandó az első sorban. Az első mérkőzéseken még Galanis Azari és Peterdi társaságában volt az első sorban, aztán Pavuk és Szappanos, most pedig Strenk és Szappanos a társa. Erdélyi Péter. Peterdi. Somogyi. Eljut hozzá koron, kicsit kalandos úton. Somogyi. Ott van még Papp Viktor. Sikerül elsőre felszabadítani, és a második lövés már nem veszélyes. Mihály. Mihály Ede. Itt inkább nem keresztbe lövi a kapu mögött. Novákot próbálta indítani. És letelik az első harmad utolsó néhány másodperce is. 1-0-ra vezet Somogyi találatával a Dunaújváros az első harmad után. Volt egy bunyó, amely után kiállították végleg Bece Tihamért. Ennek azért lehet még szerepe a folytatásban.
tartunk egy rövid szünetet, aztán jövünk nem sokára a második harmaddal. Somogyi Balázs góljával vezet a Dunaújváros 1-0-ra az első harmad után a Csíkszereda ellen. Gondolom jót tesz az ember önbizalmának, hogyha egyből egy az arány, ugye, amikor a kapura viszi a labdát és belövedett. Igen, nagyon jót tesz, hiszen a Csíkszereda ellen eddig nem sikerült megtalálni a fegyvert. Úgy gondolom, hogy nagyszerű mérkőzést játszunk ellenük. Nagyon nagy presztízs kérdés az, hogy kinyeri meg ezt a mérkőzést. Én nagyon remélem, hogy sikerül folytatni ugyanezt a játékot, amit eddig csináltunk, ugyanilyen erőbedobással, és reménykedem a legjobbakban. Hogyan készültök ilyenkor a Csíkszereda ellen, akkor, amikor hát nyilván tudjátok, hogy Novák és Hurtály az, akire a legtöbbet van a korong. Gondolom, így sem könnyen kiismerhető az ellenfél. Úgy gondolom, hogy egy jégkorong csapat nem két játékosból áll. Nekünk van nagyszerű négy sorunk. Igazából erőt kell meríteni az eddigi győzelmekből, és hát kell gázolni a Csíkszeredán. Köszönöm szépen! Somogyi Balázs góljával vezet a Dunaújváros 1-0-ra az első harmad után a Csíkszereda ellen. Gondolom jót tesz az ember önbizalmának, hogyha egyből egy.
Somogyi Balázs góljával vezet a Dunaújváros 1-0-ra az első harmad után a Csíkszereda ellen. Gondolom jót tesz az ember önbizalmának, hogyha egyből egy az arány, ugye, amikor a kapura viszed a labdát és belövöd. Igen, nagyon jót tesz, hiszen a Csíkszereda ellen eddig nem sikerült megtalálni a fegyvert. Úgy gondolom, hogy nagyszerű mérkőzést játszunk ellenük. Nagyon nagy presztízs kérdés az, hogy kinyerje meg ezt a mérkőzést. Én nagyon remélem, hogy sikerül folytatni ugyanezt a játékot, amit eddig csináltunk, ugyanilyen erőbedobással, és reménykedem a legjobbakban. Hogyan készültök ilyenkor a Csíkszereda ellen, akkor, amikor hát nyilván tudjátok, hogy Novák és Hurtály az, akire a legtöbbet van a korong. Gondolom, így sem könnyen kiismerhető az ellenfél. Úgy gondolom, hogy egy jégkorong csapat nem két játékosból áll. Nekünk van nagyszerű négy sorunk. Igazából erőt kell meríteni az eddigi győzelmekből, és hát kell gázolni a Csíkszeredán. Köszönöm szépen! Somogyi Balázs hallottuk tehát az első harmad egyetlen gólszerzőjét, az ő gólját is meg fogjuk nézni a most következő összefoglalóban, amiben összegyűjtöttük a legérdekesebb eseményeket az első játék részből. Itt például egy dunaújvárosi lehetőség, Galanis szóló és egy kozuk védés a végén. Aztán egy kis villongás ott a csíkszeredai játékosok, illetve Galanis között. A szurkálás Bottal, aminek azért lesz majd még később szerepe, ugyan nem Galanis esetében. Itt pedig egy korongvesztés és egy nagyon szép gyors kontra a dunaújvárosiak részéről. Somogyi az, aki egyedül vezetheti a kapura a korongot. És szép higgadt a befejezés. Ez tehát az egyetlen gól a mérkőzésen eddig. Ennél az esetnél kiszolgáltatott helyzetben volt Kozuk kapus. Nem hibáztatható semmiképpen a bekapott gólért. Aztán megvillan egyszer a Csíkszereda is a mérkőzésen, méghozzá egy kapuvas. Molnár Zsolt volt az, aki előtte a korongot, és még sikerült betenni a botot a korong útjába. Így lett igazán veszélyes. Itt pedig egy lehetőség dunaújvárosi részről, de ami ennél érdekesebb, az a verekedés Bece Tihamér, illetve Gösül Tamás között. Nem féltette a kezét Bece Tihamér. Alaposan megütögette az ellenfél sisakját. Ekkor még nem tudta Bece, hogy végleges kiállítás lesz a vége. Elküldték őt a büntetőpadról is, ami azt jelenti, hogy nem jöhet már vissza Bece Tihamér ezen a mérkőzésen. Fegyelmie mellé kapott egy véglegest is. Nélküle is helyzetet tudott kidolgozni a Csíkszereda, mindjárt kettőt is Bors távoli lövésébe. Hogyha valaki bele tud kapni, vagy esetleg a kipattanóra sikerül jobban érkeznie Moldovánnak, akkor egyenlíthetett volna a vendégcsapat. Ez nem történt meg, ellenben növelhette volna akár előnyét a dunaújváros. Egy újabb somogyi próbálkozás, és utána egy hatalmas kavarodás a kapu előtt. Nem sikerült kihasználni ezt a lehetőséget. Nézzük, hogy mit mutatnak a számok. Azt hiszem, hogy ott a kiállítás percek azok nagyon érdekesek, főleg azért, mert a 38 perci kiállításból 36-ot Bece Tihamér egymaga hozott össze. A másik oldalon Grösül Tamásnak sikerült egy elég szép számot, 14-et összehozni a 10 perces fegyelmével, illetve a 2+2-ével. Egyébként azt mondhatom ennek ellenére, hogy egy viszonylag sportszerű mérkőzést láthatunk. A kapura lövések száma a Dablofer javára 16-11 is reálisnak mondható, mint ahogy az is, hogy ezzel együtt, hogy gólt kapott a csíkszeredai kapus Kozuk. A közel 94%-os védési hatékonyság mindenképpen jónak mondható. Innen folytatjuk tehát a második harmaddal rövidesen. Volt, mint ahogy a mérkőzés is nagy részt, de akkor
nagy volt a fölénye a dunaújvárosieknek. Aztán Molnár Zsolt lövése, amely kipattan, és az ismétlésből is lehetett volna akár gól, nem lett. Egy újabb csíkszeredai lehetőség, Kósa bombáz messziről, Sevela hárít. Egyelőre bevehetetlennek bizonyult Petr Sevela ketrece. A lepkés kesztyűvel szedte a korongot. Aztán egy dunaújvárosi kísérlet, visszapattanó Somogyi. Van még egy lehetőség, és egy hatalmas üres kapus helyzet. Erdélyi Péter puskázta ezt el. A védő pedig jól érkezett. Itt pedig egy újabb lehetőség, és egy újabb gól Peterdi Imre. És itt van az a bizonyos gólöröm. Nagyon pontos a befejezés a korábbi válogatott csatártól. Nem sikerült eltalálni a kaput, Peterdi elé kerül a korong, aki mindenfajta állítgatás és átvétel nélkül a hálóba bombázott. És itt még nem volt vége természetesen a második harmadnak és a dunaújvárosi lehetőségeknek sem. Azari félelmetes bombája, itt lehet látni igazán, hogy mennyire pontos volt. Éppen a két vas találkozásánál pattant el a korong, és az nem ment be a felső sarokba. Nézzük a statisztikákat, rengeteg a kiállítás, de elsősorban a fegyelmi büntetések miatt ilyen magas a szám. 80 percig kiállítást osztott eddig ki a játékvezető. 32, illetve 22 kapura lövés, a csíkszeredai sem számít különösebben alacsonynak, de a 32 az egy nagyon dicséretes teljesítmény a dunaújvárosiak részéről, mint ahogy a 100%-os védési hatékonyság is Petr Sevelától. Innen tehát 3-0-ás dabdofer vezetésről folytatjuk majd a harmadik harmaddal a nagyon közeli jövőben.
két csapat eddig két mérkőzést játszott, ahogy hallhattuk, az első meccsen 2-1-re nyert itt a Dunaújvárosi Jégcsarnokban a Csíkszered, a Tránka, illetve a Hurtály találatára már későn sikerült Hüfner Adriánnak válaszolni, a második meccsen pedig 3-3-ra végeztek 60 perc játék után Székelyföldön, ott Molnár Zsolt, Novák, Molnár Zsombor voltak a hazai gólszerzők, Galanisz duplázott, illetve Grösöl talált még a hálóba, a győztes büntető pedig Molnár Zsolt nevéhez fűződött, itt pedig két harmadnyi játék után 3-0-ra vezet a hazai csapat, az a Dunaújváros a Csíkszereda ellen. Aminek örülhet a Csíkszereda, és ilyen viszonylag kevés van az elmúlt hetekben, az az, hogy helyt adtak az óvásnak, és ezért nincs pontlevonás, amivel büntetnék a csíkszeredaiakat. Kozuknak háromszor kellett kapitulálnia a mérkőzésen, ahogy azt a számokból kiolvashatjuk, Szeverának pedig 22 lövésből egyszer sem sikerült betalálni, és ebben ugye volt egy 5-3 elleni játék is, amikor kettős emberelőnyben próbálkozhatott a csíkszeredai együttes. Nagyon jól védekezik a Dunaújváros, de persze Szevela érdemei is elévülhetetlenek abban, hogy egyelőre még nem került a dunaújvárosi hálóba a korong egyszer sem a mérkőzésen. Az előző évben, ahogy említettem, ugye két csapat azonos pontszámmal fejezte be az alapszakaszt. Három meccset játszottak Csíkszeredában, és kettő Dunaújvárosban, akkor ötször találkoztak egymással a csapatok. Most az idén ez 8-szor történik meg, 4-szer itt és 4-szer Csíkszeredában játszanak. És ahogy említettem, ez a harmadik találkozó, Galanisz a koronggal. Jó passz vissza Kis Dániel, de ember előnyben kezdhette a harmadik harmadot a Dunaújváros, de rövidesen kiegészülhet a Csíkszereda. Kósa ebben a pillanatban vissza is térhetett a jégre. Azért még maradt támadásban a hazai együttes. Korong felpattan, marad bent a támadó harmadban a Dunaújváros szemszögéből a korong. Ott lesz majd a buli. Itt pedig Kis Ákos, aki továbbra is ott van a büntető padon, de ő fegyelmi büntetését tölti. Rövidesen egyébként majd el is leterik, és Kis Ákosra is számíthat Stefan Lund. Ezek azok a büntetések, amelyek alaposan megnövelték a büntető percek számát a meccsen. Bece Tihamérre ugye az első harmad óta már nem számíthat Csíkszereda, az egyik legjobb szélsőjére, ő azért nagyon érzékeny veszteség. Tovább kutyulta itt a lehetőségeket Timo Lahtinen számára. 2010-ben ez a két csapat játszotta a MOL Liga döntőjét, akkor 4-1-es összesített Csíkszereda sikernél. Az egyetlen újvárosi győzelem a Vákár Lajos műjégpályán, az a Csíkszeredában született. Akkor a Dunaújváros mindkét mérkőzést elbukta hazai jégen. Peterdi. Tránka próbált korongot szerezni, majdnem sikerrel. Aztán érkezett Moldován, neki sikerült elkotornia a pakkot, de megtartani nem. Peterdi léphetett volna ki. Bíró Tamás. Fölpattant a korong. Cserélhet mindkét csapat. Bíró Tamás. Eddig nem szerzett még egyetlen gólt sem Bíró Tamás Áron. Két assziszt a neve mellett, és mínusz egyes, plusz-minusz mutató. Nem is tudom, hogy volt-e olyan a MOL Liga történetében, hogy a Csíkszereda az alapszakaszban negatív gól különbséggel állt volna. És ez azért a plusz-minusz mutatókon is meglátszik. Nézzük ezt az akciót. Elmegy a kapu mellett. Szevela azért kiszúr a biztonság kedvéért. Vatál szedte össze, Molnár Zsolt. Van érkező ember. Maradt támadásban a Csíkszereda, Szőcs. Ugye egyelőre visszatenni, Molnár Zsolt a kapu mögött, meg tudja szerezni Szőcs! Szevelát is hárítja, Hüfner! Molnár Szabolcs! A legjobb plusz-minusz mutatóval az a Flinta Botondál, aki nem játszhat a Csíkszeredában, ugye négy hiányzó védő egyike, ahogy ezt említettem már a meccs elején.
például Kósa Endre mínusz 7-essel állt ezelőtt a meccs előtt. Ez azért meglehetősen szokatlan. Galanis. Papp Viktor vette át kicsit hosszan a korongot, szappanos. Papp. Galanis segített be Papp Viktornak. Kis Dániel. Szép korongszerzés, ez így nagy lehetőség. Szappanos gól! Csoda szépen fölemelte a felső sarokba a korongot, és ez így védhetetlennek bizonyult. 4-0-ra vezet a Dunaújváros, könnyen lehet, hogy most már végképp eldőlt az a mérkőzés. Szappanos, ahogy említettem, a házi gól királya volt eddig is a Dunaújvárosi csapatnak, meg hát nem csak a házi gól király, hanem egyelőre a Liga gól királyi címét is birtokolja ideiglenesen. 17. találata volt ez a most látott. Nagyon nagy lehetőség volt, ő volt középen, még akár tovább is tehette volna Galanisnak, de bízott annyira magában Szappanos, hogy egyedül fejezze be, és nagyon jó döntésnek bizonyult. Ez Szappanos egyébként sokan már a válogatottba követelik, és hát az elmúlt hetek formáját figyelembe véve ez azért akár egy reális óha is lehet a szurkolók részéről. Még egyelőre nem ismerjük az olimpiai selejtezőre készülő keretet, de nem lennék meglepve, hogyha Szappanos Dávid is feltűnne ott. Kiegyensúlyozottan hetek óta remekül játszik Galanis mellett az első sorban a dunaújvárosi csapatban. És hogyha tényleg valósággá válik az az elképzelés, amiről ugye zuttognak, hogy Stefan Lund lesz a kapitány, akkor én azt gondolom, hogy pontosan ismeri Stefan Lund Szappanos kvalitásait, és előbb-utóbb számítani fog rá a nemzeti csapatnál is. Elmondta azt Lund, hogy ez alatt a másfél év alatt, amit itt Magyarországon töltött, rengeteg tehetséges magyar jégkorongozót látott, és meglepte őt az, hogy ennyire jól képzett hokisok vannak Magyarországon, mert korábban Svédországból ezt azért nem tudta ennyire egyértelműen megállapítani. Szőcs, eladott korong, Grösül, Azari teszi le Grösülnek. Azari megy segíteni, közös erővel sikerült valahogy összeszedni a korongot a csíkszeredaiaknak. Bíró Otto középre, Szőcs érkezett, Azari, Molnár Szabolcs. Molnár Zsolt. Szevela. Virág Tamás. Szőcs. Megindulhatnak az újvárosiak. Azari, túloldalon Virág Tamás érkezik, középen Strenk. Virág! Virág! Nagyon éles szögből próbálkozott, és megfogja Kozuk végül. Még egyszer a dunaújvárosi találatot láthatjuk, Szappanos. Ennél pontosabban alig, ha helyezhette volna be. Somogyi, Kisákos, Peter Vér, Szappanos sorrendben a dunaújvárosi gólszerzők. Mindenki eddig csak egyszer volt eredményes. Bors. Kis Dániel, Lindgren. 5 perc van még hátra. 5 perc telt el a záró harmadból, 15 van hátra, elnézést, Kis Dániel. Hurtáj, Hurtáj Fonákkal, váratlan megoldás volt. Novák érkezett, és ő is paszt várt, Novák, ő is meghúzza Fonákkal. Másodszor is védett Szevela. Papp. Galanis. Galanis, jó cselekkel, Galanis. Kapu mögé kerül. Galanis. Megpróbálta átjátszani a túloldalra. Lindgren, illetve Papp Viktor várta azt. Galanis megint, és bemegy! Nagy nehezen be tudja gyötörni a dunaújváros. Megint egy kisebb gulakodás alakul ki a kapu előtt.
most még időben szét tudják választani a bírók. De valóban, hogy nem láttam pontosan, hogy melyik dunaújvárosi játékos ért bele utoljára a korongba. A gól előtt ott a nagy kavarodásban. Talán a visszajátszás majd erre is választad. Lehet, hogy megint szappanos volt. Netán Papp Viktor. Egy szappanos korcsolyázik be a kapu elé. Hát és meg nem mondom, hogy ő vagy Papp Viktor érte hozzá utoljára, egy Galanis teszi be. És szappanos szerintem az, aki még belekotor, de az is lehet, hogy Galanis volt az, aki utolsó dunaújvárosiként hozzáért a koronghoz. Galanisnak biztos, hogy legrosszabb esetben is ez, mint gólpassz, oda kerül pontként a neve mellé. Szappanos Dávid ülhet ki a gól utáni dulakodás miatt. A gól az érvényes, az egészen biztos, hiszen nem lenne. Szappanos Dávidnak adják a gólt hivatalosan, Galanis pedig gólpasszos. Ezzel akkor Szappanos a második találatát szerezte, és összességében a 18. góljánál jár. Egyre nagyobb fölénnyel a góllövő lista élén Szappanos Dávid, és most a büntetőpadon pihenheti ki a fáradalmakat. 1 perc 40 másodpercig még előnyben a Csíkszered a Góga. 5-0-ra vezet a Dunaújváros. Ugye 14-1 ide vagy oda, azért talán kevesen számítottak arra, hogy ez a mérkőzés is ennyire sima lesz. Erdély. Somogyi. Kicsit hosszú volt az átadás, de nincs tilos felszabadítás, hiszen ember hátrányban játszik a Dunaújváros. Eltelt a kiállítás fele. Hüfner. Peterdi. Ez így nagy zicser. Peterdi. Aj, és nem volt bent. Nem voltam biztos elsőre, hogy honnan is jött vissza a korong. Nem tudta beütni Peterdi, nagyon ki akarta centizni, és majdnem sikerült is. Ki kell korcsolyázni a csíkszeredaiaknak. Nincs meg a hatodik egyelőre. És nincs meg a Peterdi dupla, a Szappanos dupla mellett. Péter. Molnár Szabolcs. Itt van még a lehetőség, eltört egy bot középen. Nem volt valami túl nagy szerencséje Péternek. Ő üthette volna be. 15 másodpercig előnyben még a Csíkszereda. Kis Dániel. Így azonban nem tudja kihasználni előnyét a vendégcsapat. Adorján. Visszajöhet Szappanos. És Szappanos indulhat is, sőt indít. Galanis. Érkezik Szappanos. Egyből nézte Galanis őt. Lindgren. Kis. Talán emlékeznek rá, kedves nézők, az előző alapszakasz végén láthattunk egy Alba Volán Farm csapat és Csíkszereda közötti mérkőzést, amelyen Bece, illetve Novák azon versengett, hogy kiszerez több gólt, kettő volt a különbség akkor a kettő között. Itt van Peterdi lövése még egyszer, és éppen hogy a vasról kifelé vágódott a korong. Nagyon kevés kellett az újabb Peterdi gólhoz. Szóval ott akkor hatalmas versengés folyt a gólkirályi címért a két csíkszeredai játékos között. Most lehetett látni, hogy Galanis szívesen lepasszolta volna megint az egyik legnagyobb házi vetélytársának, Szappanosnak. Jelen pillanatban Szappanos előnye ezzel már egészen tetemes, 5 gólos Galanisszal szemben. Ugye 18 gólnál, Galanis pedig 13-nál. Galanis így is úgy is a legpont erősebb játékos. A meccs előtt volt 32 pontja. Itt pedig a negyedik gól előtt adta ő az asszisztot.
Somogyi. Somogyi. Grösül. Somogyi. Somogyi forgolódik. Kurtály. Mihály Ede. Kurtály. Kurtály. Kipattanott, azonnal összeszedte, aztán Grösül. Nagy Rihárd. Mihály kapott egy kis pihenőt. Hüfner. Kósa át a túloldalra. Hüfner, Azari. Azari. Fel lehet menni, Virág Tamás. Kósa tudott közbeszúrni, Hüfner keresztbe. Kisákosnak lehetett volna jó, Azari teszi vissza Kisákosnak. Azari. Tisztára játsza magát Azari. Kisákos. Kijön Kozukról. Sikerült belenyúlni a paszba, de Azarinak még így is jó lehet akár. Csak egy ütközésre jó Kósával szemben. Utolsó 10 perc beléptünk közben. Lindgren. Bors. Bírótó. Lindgren. Lindgren nagyon szépen megtartotta a szorult helyzetben is a korongot. Szappanos. Szappanos iramodik meg. Novák, Galanis, Galanis, még mindig Galanis, Szappanos, nem tudja visszajátszani, Papp Viktor, Galanis, újabb cselezésbe kezd, Kurtály is visszajött védekezni, Papp Viktor, Galanis, nem tudnak felszabadítani a csíkszeredaiak, Szappanos, meg tudja tartani Szappanos, Nagy Rihárd, Papp, Galanis, Nagy, megint Galanis. Jön jár a korong, Szappanos, megpróbálta visszajátszani valahogy Galanis Nikandrosznak, ebből viszont most indulhatnak a csíkszeredaiak, Mihály Ede. Hát a túloldalra Mihály, Novák, Novák, ez egy lassan lövőhelyzet. Még időben érkezett a bot Dunaújvárosi részről, Szappanos, inkább lemegy cserére. Szappanosnak így is nagy napja ez a mai eddig, nagyon jól játszik. És nem csak a két gólja miatt. Peterdi. Került a jégre. Somogyi. Peterdi nem tudta letenni a botját. Somogyi. Peterdi. Volt egy könnyű megoldás ez, amit Peterdi választott, de nagyon szép lett volna, hogy ebből eltalálja a kaput. És még akár gólt is szerez. Peternek is van már találata. Kis Dániel. Alig-alig van játék megszakítás. Gyorsan peregnek a másodpercek a záró harmadban. Szőcs teszi be a korongot. Molnár Zsolt megy ütközni.
amikor ilyen folyamatos a játék, az egyértelműen a Dunaújváros Malmára hajtja a vizet. Lényegesen gyorsabbak az újvárosi hokisok. Hát ugye jobban állnak létszámban is, mint a Csíkszereda. Több frissítési lehetőség van. Mihály. Novák. Hurtály. Nincs egyetlen egy olyan jégkorongozó sem a Dunaújvárosban, akinek annyi időt kellene a jégen töltenie, mint Hurtálynak vagy Nováknak. Virág lövi el élesztőkből. Aztán Mihály teszi ki. Nagyon-nagyon hosszú ideje játszanak most már folyamatosan a csapatok. Kisákos. Galanis. Galanis megsújtja. Azari. Novák. Az előtte álló Dunaújvárosit. Erdélyi. Oldalán érkezett ütközni. Pap Viktor. Tranka. Ezzel lehet indulni. Megközelődött az utolsó 5 perc. Moldován. Megkapja Szerela. És az azt jelenti, hogy csodák csodájára megszakad a játék. Rendkívül hosszú idő után. Tehát ebből is látszik, hogy már eldőlt ez a mérkőzés. 5 gólos hátrányt, főleg ez a Csíkszereda nem tud ledolgozni. Yeah.
1-0-ás hazai előnyről folytatódik tehát a mérkőzés. A Dunai Város, illetve a Csíkszereda között kitáthatjuk a két hálóért, bal oldalt Pető Szevelát, illetve jobb oldalt Stanislav Kozuhot. Két szlovák kapusról beszélhetünk. Kozuh ugye egyet kapott a 16 lövésből, Pető Szevele pedig eddig mind a 11 kísérletet hatástalanította, így 100%-os a mutatója. Természetesen azon dolgoznak majd a csíkszeredaiak a második harmadban és a meccs folytatásában, hogy ez megváltozzon. Ugye Miskolcon története legsúlyosabb magyarországi vereségét szenvedte el a Miskolc ellen a Csíkszereda, 14-1-es zakó, amit azzal magyarázott egyébként Lahtinen, hogy a sok utazás miatt nem maradt energia egyszerűen a játékosokban. A Csíkszeredának egyébként, hogy a teljes történetet ismerjék, késett a gépe, amikor szeretett volna hazatérni a kontinentális kupa selejtezőjéről. Egyébként éppen a Miskolc, illetve a Csíkszereda szerepelt ebben a sorozatban az országos bajnoki cím okán, illetve ugye a Miskolc ugye nem lett országos bajnok, de a Volánnal vívta a döntőt, és ezzel érte el azt a lehetőséget, hogy szerepelhetett a kontinentális kupa kiírásában. Szóval késett ez a bizonyos repülőgép, és ezért Lahtinen edző úgy döntött, hogy busszal utaztatja haza a csapatot, ami körülbelül 40 órányi utazást jelentett a csíkszeredaiaknak, és ez azért értelemszerűen megviselte a székely hokisokat. Mihály a koronggal, és Bors kapja középen. Bors! Sikerült megakadályozni az újabb kapulólövést. Egyébként Görsül Tamás továbbra is fegyelmi büntetését tölti a padon, hogyha jól számolok, akkor 2:51 után térhet vissza ebben a harmadban, tehát akkor, amikor itt a visszaszámláló óránk 17:09-et mutat, de lehet, hogy pontatlan a számításom. Somogyi, nagyjából valami ilyesmi lehet az idő, onnantól kezdve megint számíthatnak az egyik kulcsemberükre az újvárosiak. Papp Viktor. Nagy Rihár. Adorján. Papp Viktor. Pontos teljesen az indítás, mint ahogy ez a felszabadítás sem. És ez két perces büntetés, a játék késleltetéséért Adorjánnak kell kiülnie. Ő volt az, aki túl magasan emelte ki a korongot. Ember hátrány tehát a Csíkszeredának. Stefan Lund pedig nyilván boldog lenne, hogyha ezt ki tudná használni. Stefan Lundot is egyébként nagyon meglepte, hogy az Újváros ilyen sima győzelmet aratott tegnap Újpesten. Annak pedig külön örült, hogy bemutatkozhatott a csapatban mindössze 16 esztendős Mátyási Bence, aki jó játékkal bizonyította, hogy a fiatalok számára nyitva áll a kapu, a nyitva áll a felnőtt töltöző ajtaja stílszerűen. És ezzel Lund persze azt is jelezte, hogy folyamatosan rajta tartja a szemét a klub utánpótlásán is. Tehát, hogyha valaki kiemelkedően teljesít, akkor könnyen ott találhatja magát Galani szék mellett. Mindenképpen jó kezdeményezés, azt gondolom Lundtól, hogy az ifjaknak is lehetőséget ad. Hüfner kapja a korongot. Hüfner! Ott a kipattanó, és nem sikerül begyömöszölni. Hüfner szedi megint össze a kék vonalnál. Nagyszerű játék, és micsoda gól! Kis Ákos! Hüfner lőtte keresztbe a korongot, Kis Ákos csak beletette a botját, de azt hajszál pontosan úgy, hogy a korong védhetetlenül vágódott a kapuba. Kozuh ezt nem tudta lereagálni. Kis Ákosnak ez az 5. találata ebben a szezonban. Hüfner adta a gólpasszt. Még egyszer a találat. Nagyon fontos befejezés Kistől. Emberelőnyből szerezte tehát második gólját a Dabdokler. Adorján így visszajöhetett. Kiegészült a Csíkszereda, ám ennek alig ha örül bárki is a vendégcsapatból. Galanisz. Szappanos. Kis Dániel. Kozuh. Molnár Szabolcs.
Novák. Novák még. Novák egyedül. Szevela tudott védeni Lindgren. Kurtály. Sikerült megállítani a hazai akciót. Galanis. Lindgren. Lindgren. Megtalálta a részt bizony. És kissé váratlanul félig takarásból tudott lőni. Grösső Tamás pedig visszatérhet. Elhagyhatta a büntetőpadot Grösül, és ismét bevethető. Most már vele is tud számolni Lund a folytatásban. Lahtinen láthattuk egy pillanatra, itt pedig Lindgren próbálkozását. Kozuk melkasára érkezett a korong. Újabb kiállítás következik. A dunaújvárosi oldalon Papp Viktor, a büntetett játékos. Ott a lakasztás az oka annak, hogy ezúttal a Csíkszereda játszott emberelőnyben, eddig nem tudta kihasználni ilyen lehetőségét a Csíkszereda, most meglátjuk, hogy mit kezd vele. Van még Peterdi, kis hián előnyből, hátrányból tudott gólt szerezni a Dunaújváros, de annyit minden esetre elért a Dunaújváros, hogy ne tartson tovább az ember hátrány. Peterdi azért dühös magára, hogy nem sikerült ez belőni, itt pedig már Grösül Tamás a jégen. Itt érkezik Peterdi a kipattanóra, és Kozuktól sem kerül a hálóba Péter Levente. Ez aki kiáll, ő is bottalakasztásért, mint ahogy néhány másodperccel korábban Papp Viktor. Ez azt jelenti, hogy még egy 15 másodpercet majd a Dunaújváros játszhat emberelőnyben, amikor letelik Papp Viktor kiállítása. Épp hogy bent maradt a korong, Nagy Rihárd. Erdélyi, és 4-4 ellen játszanak a csapatok értelemszerűen. Erdélyi Péter. Kósa. Molnár Szabolcs. Molnár Zsolt. Molnár Zsolt húz befelé, újabb kiállítás lesz. Kis Ákos az, aki kiáll. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy most 4-3-ban támadhat majd a Csíkszereda. Testreütésért járt a büntetés. És ez most azért kedvezőbb helyzet, mint az 5-4 elleni szituáció. Valamivel több helye marad a Csíkszeredának, Kurtály. És sikerül-e megtartani a korongot, nem a válasz erre. Kiütötték a dunaújvárosiak. Ez azt jelenti, hogy még 35 másodperc, és kiegetve visszajöhet egy ember a Dunaújvárosból. Akkor egyenlő létszámnál lesznek, most közben Novákot figyeljük. És újabb 15 másodperccel később. Megint csak a Csíkszereda játszott emberelőnyben, ám az 5-4 elleni szituáció lesz már. Most ügyesen tartja a korongot az Újváros, Galanis Nikandrosz. Rövidesen jöhet vissza Papp Viktor, már fel is pattant a büntetőpadról. A dunaújvárosiak kiállítottja. Kurtály. Visszajöhet Papp. Most 4-4 ellen játszanak. De rövidesen jöhet vissza Péter Levente is. Onnantól kezdve megint elkezdődik egy csíkszeredai előny. Kósa lőtt el.
Visszajön Péter, ez azt jelenti, hogy még egy bő 50 másodpercig emberelőnyben játszhat a Szereda. Péter tette vissza. Tranka. Moldován. Miró Tamás. Moldován. Tranka. Szappanos. Szappanos iramodik meg. Szappanos még. Moldován. Nincs kiállítás. Ott a lakasztást szerettek volna bemondatni a bíróval a helyi szurkolók. Kisákos. Somogyi vissza. Szappanos érkezett. Kis Dániel. Somogyi előtt elmegy. Kisákosnak jó. Keresztbelőtt korongra nem érkezett senki, Kis Dániel. Közöttől kijön. Péter repült hatalmasat a kap előtt, Szappanos! És fölpattan a védőhálóra Kozukról. Szappanos Dávid eddig a házi gól királya. A Dunaújvárosnak a 16 találatával. Tehát az egész ligának a legeredményesebb játékosa, Václav Novák az előző év gól királya. Csíkszered a kiválósága 10-nél jár csak. 6-tal megelőzi most őt Szappanos, és ugye Galanisznek is van 13 gólja. Erdélyi. Azari. Peterdi. Pontatlan volt a próbálkozás, de az erő meg volt benne. Virág. Nagy. Nem érkezett senki azon az oldalon, aki meg tudta volna változtatni a korong irányát. 12 perc van még a második harmadból. Nagy Rihárd próbálkozott lövéssel, a korong pedig Kozuknál. Nagy Rihárd. Pedig a dunaújvárosi szurkoló. Ő pedig Stefan Lund. Mercer Zsolt kollégámnak azt nyilatkozta a Ferencvárosi, ez az itteni Ferencváros elleni mérkőzés után, hogy nagy megtiszteltetés lenne számára, hogyha felkérnék őt magyar hoki kapitánynak, de akkor azt mondta, hogy ezen a lehetőségen még nem gondolkodott. Igaz, a kérdés pillanatában akkor még Kevin Primo volt a nemzeti csapat edzője, Molnár Szabolcs. Kósa. Molnár Szabolcs, Novák, és Dániel, üres volt. Stanisnak Kozuknak kétszer kellett kapitulálnia ezen a mérkőzésen. Az előző alapszakasz legjobb védési hatékonyságát Stanislav Kozuk mondhatta magáénak, Szevelájé volt a második egyébként. Ugyanaz volt a kapusok sorrendje, az első számú kapusok sorrendje, mint ami a csapatok sorrendje, és ugye bizonyára emlékeznek a kedves nézők, hogy az előző évi alapszakaszt a Csíkszereda nyerte a Dunaújváros előtt, úgyhogy pont azonosság alakult ki a végén a két csapat között, és az egymás elleni eredmények döntöttek a Csíkszereda javára. Ez akár idén is alakulhat így, hiszen, ahogy említettem, kettőből eddig kétszer a Csíkszereda nyert, most viszont rosszabbul áll a székely csapat. Moldován. Azari. Peterdi. Vátál érkezett középen. Moldován szerezte meg kis hián. Moldován még megy most is a korongért. Vátál. Jó indítás. Peterdi. Tudta egy az egyben megverni védőjét. Péter. Helyezkedett jól. Miró.
Otto tette vissza, Kis Ákos pedig kis ilyen megíramodhatott ebből. Szőcs. Molnár Zsolt. Ott a kipattanó még. Nem sikerült a kapuba helyezni elfarangot. Író Otto próbálta meg egyébként. Molnár Szabolcs. És felénél járunk. 2-0-ás dunaújvárosi vezetésnél. Szőcs. Biro Otto. Érkezik Molnár Zsolt, nem fér a koronkhoz. Biro Otto viszont igen, Molnár Zsolt most már szintén. Molnár. Hát a túloldalra egy kapáslövés, és nem sikerült Szőcsnek úgy beleérnie, hogy az a kapu felé menjen. Bors huba lövésébe tette bele az ütőjét. Bors megint próbálkozhat. Bors iramodik meg. Flexiről. Novák. Hurtály. Most útban volt a bíró is ezúttal, Lindgren. Nagyon szépen és tisztán szerelt a svéd. Valamisz, egyből ki Papp Viktornak. Papp Viktor meg tudja tartani. Papp Viktor fölpattan. Azt jelenti, hogy marad bent a csíkszeredai harmadban a korong, hiszen egy védő ütőjéről pattant a védőhálóra. Adorján. Moldován. Kósa. Kósa. Szerela. Szedte le a korongot a levegőből. Jött itt a második harmadban is egyre többször. Kijönni. Érdekező állásából a Csíkszereda. Szeberát teszteli Kojtor. Kósa. Sem volt veszélytelen, Moldován kapott még bele a korongba elől. Adorján szerzi vissza, Moldován. Bíró Tamás. Tránká. Föl lehet indulni. Somogyi lövése visszapattan, Somogyinál megint. Szép összjáték, és nem sikerül góllal befejezni. Erdélyi Péter előtt ott átongott az üres kapu. Adorján. Lindgren. Jól fordul a svéd. Lehet ebből indulni. Főleg egy pontos passzal, Papp Viktor. Hát a túloldalra Szappanos, és nem sikerül az ismétlés. A második harmadban Papp Viktor játszik Galanisszal, illetve Szappanossal egysorban elől. Váltott tehát mérkőzésen belül is Stefan Lund. Strenk Hunor helyére Papp Viktor lépett föl. Itt pedig az előző dunaújvárosi lehetőség, ez egy hatalmas helyzet. Erdélyi nem tudja jól eltalálni a korongot. Lindgren az, aki közben 2 perces büntetést kapott. Tehát emberelőnybe kerül a Csíkszereda. Minden remek védőjátékos, Stefan Lund honfitársa, az osztrákoknál játszott az elmúlt időszakban. Sokármilyen szinten. Imo Lahtinen,
bizakodóbb tekintettel várná ezt az előttünk álló két percet. Kis Ákos is kap egy fegyelmi büntetést sportszerűtlen magatartásért. Ez ugye nem jelent újabb hátrányt a dunaújvárosiaknak, de azt jelenti, hogy Kis Ákossal nem számolhatnak a következő 10 percben a mérkőzésen. Késleltetésért kap két percet, így mégiscsak letöltendő lesz belőle, mert nem volt hajlandó leülni a büntetőpadra Kis Ákos, és így azt jelenti, hogy 5-3-ban kell felállnia a két csapatnak. Amellett, hogy kapott fegyelmi büntetést, kapott egy két perces kis büntetést is a játék késleltetéséért, és hogyha tovább magyaráz, akkor könnyen lehet ebből végleges is. Itt pedig Lindgren magas botja. Ő ezért kapta a büntetését. Kis Ákos kicsit nehezen nyugszik ebbe bele. És Trenk is kiül a büntetőpadra. De ő amiatt, hogy ha letelik a két perces kiállítás, majd vissza tudjon állni Kis Ákos helyett. Még 10 percig utána is marad a büntetőpadon. Adorján, ez egy hatalmas szépítési lehetőség most a Csíkszeredő előtt. Vajon tud-e élni vele a vendégcsapat? Adorján, Molnár Szabolcs. Molnár ellövi, nem sikerül kaput találni. Adorján, nem tudják kiütni a dunaújvárosiak. Novák. Molnár Szabolcs helyezkedik megint lövő pozícióban. Adorján megsuhintja, és Szevelánál marad a korong. Bő fél perc telt el a kettős előnyből a Csíkszereda oldaláról nézve. Itt van Adorján lövése, úgy próbálta meg elcsúsztatni a korongot a kapuig, hogy hát ha valaki még bele tudja tenni az ütőjét és azon irányt változtat. 6,5 perc van hátra a második harmadból. Szorosabbá teheti a mérkőzést a Csíkszereda. Molnár Szabolcs tegnap hagyott ki kettős előnyt a csíkszeredai csapat. Ferencváros ellen a végén meg is fizetett ezért Timo Lahtinen együttese. Hurtály, Novák, Mihály mozog be a kapu elé szokásos módon. Molnár Szabolcs nem találja el jól. Próbálja egyből visszaszerezni a korongot a Csíkszereda. Kis Dániel esik, nincs kiállítás. Hurtály. Érzésem szerint sem történt szabálytalanság, jól döntöttek tehát a játékvezetők, amikor nem ítéltek kiállítást a csíkszeredai védőnek. Ezzel viszont nagyon értékes másodpercek teltek el a kiállításból a Csíkszereda számára. Novák! Novák Fonákján, azzal nem üti el olyan éles szögből. Péter. Novák nézi, hogy kit lehet megjátszani. Novák inkább megpróbálta ellőni. Hurtály gyűjtheti össze a korongot. Kevesebb, mint fél perc, és igazán szerencséje a székely csapatnak. Látszik, hogy azért továbbra is nagyon érzékenyen érinti a csapatot a hiányzók, és egy újabb bunyó alakul ki. Na, igen, Bíró Tamás, illetve a másik oldalon Somogyi Balázs, ha jól látom. Kicsit nehezen tudják abba hagyni a fiúk. Túl gyorsan lepörget, no, valóban Somogyi volt az. Ez a harmadik harmad, hogyha ez még nincs. Bíró Tamás volt ezúttal csíkszeredai részről a kezdeményező. És Somogyit élteti a dunaújvárosi közönség. És Tomi, tehát Bíró Tomit a csíkszeredai. Veszett össze a két játékos. És aztán lekerültek.
kesztyűk is. Hát addig, amíg valaki nem kerül földre, a játékvezetők nem avatkozhattak közbe. Hát ez is megtörtént, és utána azért még itt sem volt könnyű dolga a zebráknak, hogy szétválasszák a feleket. Kettő plusz tíz perc. Somogyi végleges kiállítást kap. Szabados az, aki kiült a büntetőpadra. Úgy hallottam, hogy 5 perc plusz véglegest ítéltek. Stefan Lund néz a büntető, illetve a kispadról. Szabados már kint ül a büntetőpadon, itt van 5 perc plusz véglegest kapott. A hazai oldalról Somogyi, ez azt jelenti, hogy ugye 4 percnyi büntetése van jelen pillanatban a csíkszeredai csapatnak, illetve hát egészen pontosan Bíró Tamásnak. Most ugye kapott 10 perc fegyelmi, tehát ő nem jöhet már vissza a jégre, meg hát egyébként is arra a 37 másodpercre jöhetne vissza. Mert hát Somogyi 5 perc plusz végleges kiállítása azt jelenti, hogy jelen pillanatban ugye 4-4 ellen folytathatják a csapatok, de ha addig nem történik semmi létszámváltozás, akkor majd a csíkszeredaiak emberelőnybe kerülhetnek, hogyha letelik ez a 4 perc arra a pár másodpercre, ami hátra van a meccs végéből. Majd meglátjuk, hogy ez hogy alakul. Mert addig még könnyen lehet, hogy lesznek újabb kiállítások, vagy valami történik, majd kiderül. Hatál. Az esetben, hogyha dunaújvárosi gól születik, akkor is csökkenhet ez a büntetés, de hogyha majd ilyen történik, akkor igyekszem elmagyarázni, hogy mi a helyzet. Molnár Zsolt. 3 perc, 30 másodperc. Nagyszerű lövés Bíró Ottótól, Szeverától legalább ennyire nagyszerű volt a védés. Szép lassan letelik az első 2 perc. Csíkszeredai oldalon, és ez azt jelenti, hogy a dunaújvárosi gólnál kiegészülhet a Csíkszereda. Az ellenoldalon ez nem igaz, az 5 perc kiállítás az nem telik le a gól esetén. Kis Dániel kiállítást jelez a vezetőbíró. Ezért mondtam, hogy kicsit felesleges még előre számolgatni, hogy most akkor lesz-e csíkszeredai emberelőny vagy sem. Úgy tűnik, hogy nem lesz. Molnár Szabolcs a közeli képen. Ő az, aki még kiülhet a záró percekre. És ez azt jelenti, hogy ember hátrány van a Csíkszereda. 4-3 ellen játszhat a Dunaújváros. Hát egy rendes kis matekórát vezényeltek ide nekünk a srácok a végére. Hiába hosszabb a dunaújvárosi büntetés. Ember hátrányba kerül a vendégcsapat. Abban az esetben, hogyha 15 másodpercen belül sikerül kihasználni. Kettő perc sportszerűtlen magatartásért. Egy csapatbüntetést is kapott a Csíkszereda. Ez még nem kezdődik el, majd akkor, hogyha letelik
az első kis büntetés, aminek le kell telnie. A kettő közül, azaz 1.44 múlva. Tehát nagy valószínűséggel csak valami csoda nem történik, ezt a mérkőzést, ezt három emberrel fogja befejezni a Csíkszereda, illetve akkor nem, hogyha esetleg a dunajvárosiak gólt vagy gólokat szereznek, de megint azt mondom, hogy ne rohanjunk ennyire előre. 2,5 perc van hátra minden esetre a mérkőzésből. 5-0-ás hazai vezetésnél támad a Dunaújváros. 4 játékos a 3 ellen a jégen. Lindgren finoman letette. Csíkszeredaiak pedig nem annyira finoman kiütik a korongot. 1,5 percig tart még a leghamarabb letelő Dunaújváros csíkszeredai kiállítás. És elmegy a kapu mellett. Az utolsó 2 perc kezdődik a mérkőzésem. Lindgren. Hát ez itt tenyeres oldalra, de a lövés helyett megint passzolni szeretett volna. Szevela szerette volna egyből kiadni a korongot, de a társok inkább a cserét választották. 50 másodperc és életbe lép az újabb 2 perces büntetése a Csíkszeredának. Nagy Richard. Kis Ákos. Kis Ákos, ez így lövőhelyzet, egyre közelebb is, és beüsíti Kis Ákos. Akkor, amikor 32 másodperc volt hátra a kiállításból, megvan a 6. találat, Kis Ákos másodszor eredményes a mérkőzésem. Takarásból lőtt Kis, így Kozuk nem sokat láthatott belőle, és ez lassan azért már a kapust is megviseli lelkileg. Ez azt jelenti, hogy maradt 46 másodperc szappanos, illetve nehogy szappanos Bíró Tamás kiállításából, és elkezdődik Bálint kiállítása, amely csapatbüntetés miatt alakult így egyáltalán. Kis Ákos pedig ünneplik a kispadon. Mondhatnám, hogy a róla elnevezett padon, de ez nem lenne igaz. Itt van még egyszer a találat. Semmit nem látott belőle Kozuk. A védő és a támadó is takart a kapus előtt. Kiütés a vége. Viszonylag rövid időn belül a 2. hatalmas zakójába szalad bele a Csíkszereda, és még nincs vége, de továbbra is 3 emberrel a jégen a csíkszeredaiak, még 42 másodpercig. Utána 4-4 ellen folytathatják. Abban az esetben, hogyha nem lesz addig újabb dunaújvárosi gól, nincs tilos felszabadítás, hiszen létszám hátrányban a csíkszeredai csapat. Azari. Vatál. Vatál. Hüfner. Hüfner lőtt el, és nem sokat tévedett. Moldován szedi össze. Néhány másodperc, és visszajöhet Bíró Tamás. Bíró Tamás visszajöhet, tehát 4-4 ellen folytathatják a csapatok. Peterdi. Megpattant a korong. Peterdi szedheti össze megint. 20 másodperc sincs már a mérkőzésből. És egy sérülés még csíkszeredai oldalon. Nagyon komoly veszteségekkel jár csíkszeredai részről ez a meccs. Ezután Molnár Szabolcs marad lenne a jégen. Peterdivel ütközött Molnár. És könyöklésért ül ki Peterdi. Magas bottal való játékért büntetik Peterdi Imrét. Úgyhogy hát meg itt egy újabb helyzet állt elő, hogyha esetleg még nem unják ezt. 4-3 ellen most a Csíkszereda támadhat. Kósa nem találja el, szépítésért küzdhet még kevesebb, mint 10 másodpercig a Csíkszereda. Annyi idő még talán pont van, hogy fölkerüljön valahogy a kapu elé, de nem is próbálkozik ezzel meg a székely csapat. Itt a vége, 6-0-ra nyer a Dunaújváros egy nagyon érdekes végjátékot követően.
kicsit hosszabbra húzódott ez a harmadik harmad, mint ahogy kinézett még a harmad közepén. Szappanos duplázni tudott, és Kisákos is szerzett még egy találatot, így lett 6 a vége. Két vereség után, amelyet ebben a szezonban elszenvedett a Dunaújváros, ezúttal nagyon simán legyőzi a Dab Dokler, a listavezető, a Csíkszereda együttesét, és így tovább növeli az előnyét a dunaújvárosi csapat a Molliga alapszakaszának tabellájának élén, és tovább nő a különbség közte, illetve a Csíkszereda között is. A Csíkszeredának nem lesz egyszerű összeszednie magát, hiszen rövid időn belül másodszor szenvedett komoly vereséget a csapat, majd meglátjuk, hogy mindez hogyan sikerül. Most egy rövid szünetet tartunk, és